Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a kedves testvéreim, örömmel gyűltünk össze itt Gazdagréten, a Szent Angyalok templom altemplomában, a vasárnapi szentmisére, a katolikus naptár szerint az évközi idő 15. vasárnapját ünnepeljük. Nagy szeretettel köszöntjük a televízió kedves nézőit, akik velünk együtt vannak lélekben és imádságban. A főpásztor szándékára ajánljuk föl a mai szentmisét, és igyekszünk nyitott szívvel fogadni az ige liturgiáját, amelyben küldetést kapunk a tanúságtevő életre, az evangélium hirdetésére, arra a feladatra, hogy jelekkel is igazoljuk az Isten iránti szeretetünket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó onoma mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Istenünk, Te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Amacia, Bétel papja ezt mondja Ámosznak. Látnok, menj el innen, menekülj Júda földjére, ott tedd a kenyeredet és profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma. Ámosz így felelt Amakjának. Nem vagyok én proféta, sem profétának fia. Pásztor vagyok, és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj felől, és azt mondta nekem az Úr, menj, profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, mert népednek és szentjétnek békét ígértél. Uram, mutasd közel az igazság, hogy országunkba dicsőség költözik. Hadd halljam, mit mond az Úr, az én Uram Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér. Hadd halljam, mit mond az én Uram Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hittetek benne.
ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övé legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Szent Benedek apát, köszöntünk téged. Szent Benedek apát, köszöntünk téged. Uram, örül a király erődnek, segítségeden újjunk nagy vidáman. Megadtad neki szíve óhaját, nem tagadtad meg tőle ajka sóhajtását. Szent Benedek apát, köszöntünk téged! Halleluja! Urunk Jézus Krisztus Atya, világosítsa meg lelki szemünket, hogy megértsük, mély reménységre hívott minket. Halleluja! Az Úr legyen veletek! És a veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta, ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázátok le lábatokról bizonyságul ellenük. Azok elmentek és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televízió képernyői előtt. Küldetést kaptunk a mai evangélium által, és már a szentmise kezdetén is ezért a küldetésért imádkoztunk. Azt kértük az Úrtól a mai, az évközi idő 15. vasárnapjára kiválasztott könyörgésben, hogy tegyünk meg mindent, ami a keresztény névhez illő, és kerüljük el azt, ami nem méltó hozzá. Éljünk tehát hiteles keresztény életet. Az apostolok küldetést kaptak a jó hír hirdetésére. Amikor elküldi őket Jézus az ő nyilvános működése idején, akkor még azt az üzenetet viszik, amit Jézus meghirdetett, és amit összefoglalt az ő tanító útjának kezdetén, illetve azt megelőzően keresztelő Szent János is erre hívta fel a figyelmet, hogy elközelgett az Isten országa. Tehát a mennyek országának közelsége, jelenléte Krisztusban, ez a tanítványoknak a fő üzenete, hogy Isten itt van közöttünk, az ő országa az emberi világba beköltözött az ő fiának, Jézusnak, a Messiásnak eljövetelével, majd később a kereszthalál és még inkább a feltámadás után,
Amikor beteljesedik a megváltás műve, akkor hirdetik a megfeszítettet, akkor hirdetik Krisztust, mint megváltót, és akkor indulnak el az egész világhoz, hogy továbbadják az evangéliumot. A mai evangélium ott a választott nép közösségében, Jézus mellett tanúságtevő küldetést közöl a tanítványokkal és közöl velünk is, mert talán mi, akik nem indulunk most a nagyvilágba, hogy hirdessük az evangéliumot, hanem a saját környezetünkben kell ezt megtennünk, számunkra még inkább fontos, hogy így értelmezzük a küldetésünket, hogy a saját környezetünkhöz kell elindulnunk, és közvetlen közelségben a ránk bízottak felé, akikért felelősséggel tartozunk, hirdessük azt, hogy velünk van az Úr. És ezt a belső lelki megújulást szorgalmazzuk, mert valójában a mennyek országának a hirdetése egy fontos feladatnak a meghirdetésével jár együtt, mégpedig a megtérés feladatának, a lélek odaajándékozása feladatának a felhívásával ez a tanítványok küldetése. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban, higgyetek a mennyek országában. Az Úr Jézus kettesével küldi őket. Az evangélium nem magánügy. Az evangéliumot közösségben kapjuk és közösségben adjuk tovább. A hitet, amely az evangéliumból fakad, közösségben éljük meg. Éppen ezért fontos, hogy kettesével küldi tanítványait Jézus. Mégpedig itt most kifejezetten a 12-ről van szó, az apostolokról, akik egyrészt a kettős küldetéssel, vagy a kettes számú küldetéssel és létszámú küldetéssel tanúskodnak is, hiszen valaminek az igazolásához két tanúra van mindig szükség, illetve a közösséget képviselik, amikor elindulnak az evangélium hirdetésére. Tegyünk meg mindazt, ami a keresztény névhez illik. A keresztény nevünkben ott van a hitünk, hogy Jézus Krisztust képviseljük, Jézus Krisztus értékrendje szerint élünk. De nem elég szóval hirdetni az evangéliumot, és az előbb idézett mise könyörgés is erre hívja föl a figyelmet, hogy meg kell tennünk mindazt, ami az evangélium kötelezettségéből adódóan fontos, és el kell kerülnünk, ami a keresztény nevünkkel ellentétes. Tehát a tetteinkkel is igazolnunk kell azt, amit hirdetünk. Ezt teszik az apostolok, amikor hatalmat kapnak a tisztátalan lelkek felett. Elmentek és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg, tehát ez a fő üzenet. És sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Jelek kísérik az evangélium útját, jelek kísérik a tanítványok tanúságtételét. Elsősorban a személyes életük az igazi jel, de ezek a csodák ugyancsak hatékony jelnek bizonyulnak az igazság hirdetésében. Nem csupán a megszállottságot, a gonosz léleknek rosszra való kísértéseit tartják távol az emberektől, amikor ördögöt űznek, hanem itt gondolhatunk arra is, hogy vannak olyan gonosz szellemek és szellemi erők, nyilván a sátán oldalán, akik azt akarják, hogy záruljon be az emberek szíve, tehát hogy az emberek ne fogadják be az evangéliumot, azt akarják, hogy elutasítóak legyenek. Tehát vannak olyan gonosz lelkek, akik az emberi szívek bezárásával foglalkoznak, hogy ne akarják a meghirdetett igét befogadni. Erre is gondolhatunk, amikor azt mondja az evangélium, hogy a tanítványoknak
hatalmuk volt a tisztátalan lelkek felett. Ezért olyan fontos sokszor az ige hirdetésével, a megtérés szorgalmazásával együtt imádkoznunk azokért, akiknek hirdetjük az igét, akiknek a megtérését szeretnénk előmozdítani, mert tudjuk jól, hogy nem nyúlhatunk bele a másik ember lelkébe, még a saját gyermekünknek, vagy testvérünknek, vagy a barátunknak a lelkébe sem, bármennyire is szeretnénk, hogy ő Isten útjára térjen, mert az emberi szíveket az Úr nyitja meg, a gonosz pedig igyekszik bezárni. Mi tehát előkészíthetjük ezt a folyamatot, vagyis a befogadásnak a készségét az imádságainkkal. A mostani evangéliumban van egy, talán látszólag egy jelentéktelen megjegyzés. Olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Sokszor az evangélium szövegében rejtett módon vannak fontos üzenetek, amelyeket első hallásra vagy olvasásra nem tartunk igazán jelentősnek, de ha belegondolunk, egy-egy részletkérdésnek a jellegébe és üzenetébe már is láthatjuk, hogy még a részletek is fontosak az evangéliumban. Ez a folyamat, amiről itt gondolkodunk most a mai evangélium nyomán, az igehirdetés feladata, a jelek, az imádság a megtérésért, ez egy fontos jelképhez kötődik, az olajhoz. Ugyanis a földközi tenger környékén tudjuk, hogy nagy jelentősége van az olajfának, az olajbogyónak, ebből préselt olajnak, mely táplálékul szolgál, de ugyanakkor a régi időkben, meg még ma is bizonyos gyógyításokra is alkalmas, és a világításra is a régi módszerek szerint a lámpásba olajat kellett tenni. És hogyha ezekbe mind belegondolunk, az olaj használatának a különböző megnyilatkozásaiba, akkor már is látjuk, hogy az igével kapcsolatban milyen fontos üzenetet kapunk. A Szentírásban az olaj a bőségnek, az Úr áldásának a kifejezője, az örömnek is a jelképe, a Zsoltárban ott van, hogy felkent az öröm olajával az Úr, és nagyon fontos szerepe van az Istennel való kapcsolat tartásnak. Jelképes az evangéliumban, hiszen olvassuk, hogy az okos és balga szüzek történetében, hogy visznek, illetve nem visznek a várakozás idejére tartalékolajat, és az okosak készenlétben várják a vőlegényt, míg a balgák lekésnek a mennyegzőről, mert nem készültek föl. Az okos szolgák, a tanúságtevő szolgák olajat és olajmécsest tartanak a kezükben, legyetek felövezve, és kezetekben égő mécses legyen a világításnak. Tehát az ige hirdetésének az egyik jelképe az olaj, a világítás, a lámpásnak a tartóra helyezése. Ugyanakkor a gyógyításnak, az Istennel való közösségnek a jele is. Hiszen az Úr, amikor a megtérésre hív, akkor a lelkünket akarja gyógyítani. Az igének a hirdetésével már eleve az ige hirdetője gyógyulást kínál fel a megtérők számára. És mint látjuk, halljuk, az apostolok emellett testi gyógyulást is közvetítettek és gyógyítást végeztek az olajjal való megkenéssel. Az olaj tehát az Istennel való közösségnek formálója és jelképe, hiszen megkentek bennünket a keresztségünkkor, a lélek sebei gyógyulnak a keresztelők olajával, keresztelendők olajával,
a harcra felvértezett bennünket, ahogyan régen a birkózók megkenték testüket olajjal, és a harmonikus életnek is a kifejezője, az Istennel való együttlétnek is, mert a jó közérzetnek és a test ápolásának az eszköze is volt annak idején az olaj, és ezt érthetjük a lelki síkon is, a lélek harmóniájára, a jó közérzetére is. És ott van kifejezetten a küldetésnek az olaja, amit mindenki, aki a nagykorúság szentségében részesül a katolikus egyházban, illetve a keleti keresztények körében, akik szentségként használják és hirdetik a vérmálás ajándékát, felkentek minket szent olajjal, hogy Krisztus küldetésében részesüljünk. És amikor a betegek az olajjal való megkenés kapcsán meggyógyulnak, mi is a lelki sebeinkből meggyógyulunk a szentségekben, akkor az Úr Jézusra tekintünk, aki a Szentléleknek a fölkentje, ő a mi messiásunk, aki számunkra is megadja a szabadulást minden rossztól. Jézus a fölkent, őt hirdetik az apostolok, őt hirdetjük mi is az életünkkel, őt hordozzuk a szívünkben, és ezért kérjük tőle a mai vasárnapon is, hogy helyt álljunk ebben a küldetésben a Szentmise könyörgése szerint. Záró gondolatként ismét egy idézetet szeretnék, egy imádságos gondolatsort felolvasni. Dag Hammarskjöld gondolatai az Úrral való kapcsolat vonatkozásában. Legyen ez a mi záró imánk is, amikor átvesszük a küldetést most az Úr Jézustól, úgy mint az apostolok, hogy hirdessük a megtérést, segítsük szeretteinket, embertársainkat az evangéliumi életre. Ehhez elsősorban nekünk magunknak kell ebben élnünk. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki közülünk egy vagy, te, aki közöttünk vagy, bennem is mindenki láthasson téged. Hálát adhassak azért, amim van. Ne feledkezzem meg arról, amire másoknak szükségük van. Egész valómmal a te dicsőséged felé indulok, és soha nem tévedek el, mert a te kezedben vagyok. És benned minden csupa erő és jóság. Adj tiszta érzékeket, hogy lássalak. Adj tiszta alázatot, hogy halljalak. Adj szeretetet, hogy szolgáljalak. Adj hitet, hogy benned lakozzam. Ez legyen a mi elhatározásunk is, áldja meg az Úr a mi küldetésünket, és média apostolaink küldetését is, akik lehet, hogy nem tudnak kilépni a világba, a mi kedves testvéreink otthonukhoz vagy ágyukhoz kötötten, mégis fontos küldetést kapnak ők is, hogy imáikkal és tanúságtevő kereszthordozásukkal bizonságot tegyenek Krisztusról. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden látható és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Születette nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától,
és emberével, Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín alát szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, belőle a dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli a Szent Egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon. Add, Urunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd azokat, akiket szent fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébresz elegendő számban hivatásukat az igehirdetés magasztos feladatára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Keltsd föl közömbössé vált embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tedd gyümölcsözővé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hazánkban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos Atyánk, Te fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését. Hadd kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. És ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Érünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kényszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel együtt, örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el,
S légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, végy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanukkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Yeah.
az Isten báránya, híme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra térünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a televíziós közvetítésben műszaki problémák, adás kimaradás történt, és ezért a kedves nézőinktől elnézést kérek innen az oltártól, de tudjuk, hogy a kegyelmi közösség mindig fennmarad, hogyha vannak is külső vagy műszaki zavaró körülmények. Így módon voltunk együtt, és ünnepeltük ma is az eukarisztiát, és fogadtuk közösen, mind itt Gazdagréten, mind pedig kiki a maga otthonában, a televízió mellett ünnepelve most a Szent Liturgiát, átvettük mindnyájan a küldetésünket, hogy a magunk módján, sajátos jelleggel, a ránk bízott küldetésben hűen kitarthassunk. A plébániai híreinket, hirdetéseinket a hírlevelen megtaláljuk. Most már örömmel vettük azt, hogy sokan kérték elektronikus formában a hírlevelet, és így küldjük meg sok testvérünk számára, de minden hirdetésünk megtalálható a plébániánk honlapján, a www.szentangyalok.hu weboldalon. Tehát ezt ajánljuk minden kedves érdeklődőnek a figyelmébe. A Jóisten áldását kérjük most, hogy kilépve a templomból már is vállaljuk és teljesítsük az evangélium hirdetésének küldetését. Mind a jelenlévőkre, mind pedig a televízió kedves nézőire kérem most Isten áldását. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát. Amen. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Amen. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában, a mennyei örökségbe. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálás. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oldalon. Esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére. Szent Ráfael arkangyal, könyörülj értünk. Hazánk szent őrangyala, könyörülj értünk. Mindnyájan szent angyalok, könyörüljetek értünk. Istennek minden szentjei, könyörüljetek értünk.